Főbb híreink. A kormány a közösségi oldalán közzétette a most induló nemzeti konzultáció kérdéseit. Július 1-től már az uniós oltási igazolás és elérhető az EU-n belüli utazásokhoz, közölték a koronavírus.gov.hu-n. Tíz hét folyamatos csökkenés után ismét nőni kezdett Európában a regisztrált koronavírus fertőzöttek száma, jelentette be az Egészségügyi Világszervezet Európai Igazgatója. Új magyar konzulátus nyitott meg a szlovéniai Kopperben. Szijjátó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt a megnyitón. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. A kormánya közösségi oldalán közzétette a most induló nemzeti konzultáció kérdéseit. 14 kérdést tartalmaz a kormány következő nemzeti konzultációja, melynek válaszait augusztus 25-éig küldhetik vissza az emberek. A kérdések érintik a minimálbérszintjét, a családtámogatásokat, a migrációt, a hitelmoratóriumot és az adókat is. Az első kérdés szerint többen úgy vélik, hogy a járvány után a világ sok tekintetben megváltozott, egy veszélyesebb korszak kezdődött. Magyarországot meg kell erősíteni, hogy meg tudjon felelni az új kihívásoknak. Mások szerint minden újra olyan lesz, mint a járvány előtt, így nincs erre szükség. Vannak, akik azt mondják, Magyarország megerősítését a minimálbér megemelésével kell kezdeni. A minimálbért 200 ezer forintra kell emelni, mert ez is biztosítja, hogy a gazdasági növekedésből ne csak a vállalatok, hanem a magyar emberek is részesüljenek. Mások szerint erre nincs szükség, folytatódik a kérdések sora. Egy újabb kérdés szerint vannak, akik azt mondják, Magyarországot úgy lehet megerősíteni, ha alkotmányos védelmet adunk a családtámogatásoknak, a munkát terhelő alacsony adóknak és a nyugdíjaknak, hogy válságok alatt egyetlen kormány se vehesse el azokat az emberektől. Mások szerint erre nincs szükség, a válságok árát fizessék meg az emberek. Vannak, akik azt mondják Magyarország megerősítéséhez fontos lenne, hogy arra törekedjünk, Európában Magyarországon legyenek a legkisebbek a munkát terhelő adók. Mások szerint erre nincsen szükség, és emelni kéne a munkát terhelő adókat. A kormány ennek az eldöntésére is kéri az embereket. Mostantól a bruttó fizetés 100%-ára emelkedik a csecsemőgondozási díj összege, amely után csak személyi jövedelemadót kell fizetni. Járulékot nem, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán. Novák Katalin a videóban kiemelte, ennek köszönhetően azok a dolgozó nők, akik gyermeket vállalnak, a szülést követő első fél évben több pénzt kapnak majd csecsemőgondozási díjként, mint korábban a fizetésük volt. <kül> Ez azt jelenti, hogy akik munka mellett gyermeket vállalnak, még jobban járnak a jövőben, mondta a miniszter. A bejegyzés szerint azoknak is magasabb összeg jár, akik korábban szültek és csedet kaptak. Az MSZP azt követeli a kormánytól, hogy tegye ingyenessé a PCR-tesztet a keleti vakcinákkal oltott külföldre készülő magyar utazóknak, mondta a szocialisták európai parlamenti képviselője. Újhely István kifejtette, az orosz és kínai vakcinát kapott magyar állampolgárok szabad mozgása korlátozottá vált. Minimálisan egy több ezer forintba kerülő PCR-teszt elvégzése szükséges a határátlépéshez, miután a júliusban hatályba lépő uniós Covid igazolvány rendszere nem fogadja el automatikusan a keleti oltóanyagokat. Július 1-től már az uniós oltási igazolás is elérhető az EU-n belüli utazásokhoz, közölték a koronavírus.gov.hu-n. Miután Magyarország elsőként vezette be a védettségi igazolványt és az oltást igazoló applikációt, július 1-én bevezeti az uniós védettségi igazolást is. Az angol-magyar kétnyelvű uniós COVID igazolás digitálisan és papíralapon is elérhető, tartalmazza a közlemény. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belüli utazást terveznek, javasolják, hogy digitálisan töltsék le, vagy az EESZ lakossági portájára belépe, nyomtassák ki az uniós COVID igazolást, tették hozzá. Külföldi híreink. Az izraeli védelmi erők közölték, hogy késes támadás ért egy izraeli női harci katonát a Jordán völgyben, Nevo előörsnél. A gyanúsította a katona közelébe ment, megtámadta, majd ellopta a fegyverét, olvasható a hadsereg nyilatkozatában. A katona megpróbált visszavágni támadójának, aki a konfrontáció során hátba szúrta. A támadó meglépett a katona fegyverével. Az izraeli csapatok, akik látták az incidenst, üldözőbe vették és elfogták a fegyverrel együtt. A harcos közepesen súlyos sérüléseit a helyszínen ellátták, majd további kezelésre kórházba szállították. Az izraeli kormánykoalíció baloldali Merec pártja bejelentette, hogy ellenzi az ellentmondásos palesztin családegyesítési törvény meghosszabbítását, amely blokkolja az állampolgárság automatikus megadását az izraeli állampolgárokkal házasodó palesztinok számára, írta a Times of Israel. A 2003 óta évente megújított törvény július 6-án jár le. A Knessetbeli szavazást július 5-ére tervezik, de egyre valószínűtlenebb, hogy a koalíció elfogadja azt. Ali Hamenei Ayatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, kinevezte egykori hírszerzési miniszterét és legfőbb ügyészét az ország igazságszolgáltatásának élére. A tisztség azért üresedett meg, mert az új elnök Ebrahim Raisi töltötte be, aki augusztustól államfőként folytatja politikai munkásságát, miután megnyerte a június 18-i elnök választást. A 64 éves Ecei régóta dolgozik az igazságszolgáltatásban, kemény vonalas, klerikus hírében áll. Szerepel a nyugati országok által szankcionált személyek listáján az emberi jogok súlyos megsértése miatt. Hamenei ajatollak nyilatkozatban egyebek közt arra buzdította edzsait, hogy állítsa helyre a közjogokat, biztosítsa a törvényes szabadságot, akadályozza a bűncselekmények elkövetését és elszántan harcoljon a korrupció ellen. Tíz hét folyamatos csökkenés után ismét nőni kezdett Európában a regisztrált koronavírus fertőzöttek száma, jelentette be az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatója. A járvány újabb hullámának veszélyére is figyelmeztetett. Hans Kluge elmondta, hogy a múlt héten 10%-kal nőtt az újonnan regisztrált fertőződések aránya, a növekedést pedig az utazásokkal, összejövetelekkel és a társadalmi távolságtartásra vonatkozó korlátozások enyhítésével magyarázta. Kiemelte, hogy miközben Európában megjelent a járvány delta variánsa, a kontinensen még mindig milliók nincsenek beoltva. Leszögezte, elkerülhetetlen a járvány újabb hulláma, ha az emberek fegyelme lanyhul. A fokozottabban fertőzőképes, először Indiában azonosított vírusmutációt már Európa több országában azonosították a variáns okozta megbetegedések miatt pedig néhány helyen ismét szigorítottak a járványügyi intézkedéseken. A WHO részéről kiemelték azt is, hogy augusztusra a járványügyi korlátozások nagy részét várhatóan feloldják, jól lehet a térségben élők jelentős része erre az időre még mindig nem lesz teljesen beoltva. Visszaadta a kormányalakítási megbízást a svéd konzervatív mérsékelt párt vezetője Ulf kristerson, mert nem tudna többséget szerezni a parlamentben a kormányalakításhoz. András Norlén házelnök közölte, hogy a szociáldemokrata Stefan Löfen ügyvívő kormányfőt bízta meg kormányalakítással, aki hétfőn bejelentette lemondását, miután múlt héten elveszítette az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványt a parlamentben. Kriszterszon tegnap közölte arra a következtetésre jutott, hogy a 349 fős törvényhozás 175 tagja ellene szavazna a parlamentben, ami nem tenné lehetővé egy stabil kormány létrehozását. A házelnök kedden bízta meg kormányalakítással Kriszterszont, akinek három napot adott arra, hogy kipuhatolja, elegendő támogatást tud-e szerezni egy olyan kormány megalakításához, amelyet a parlament megszavazna. Új magyar konzulátus nyílt a szlovéniai Kóperben, melynek avató ünnepségén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, a szlovén és a magyar kormány egyaránt kemény intézkedéseket hozott a világjárvány harmadik hullámának letörésére és a korábban megszokott normális élethez való visszatérésre. Ebből fakadóan ma már Magyarországon az a feladatunk, hogy a magyar gazdaságot minél gyorsabban újra tudjuk indítani, fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette: Ugyanakkor Magyarország nem sziget, nem függetlenítheti magát a környezetétől, és nem szigetelheti el magát a szomszédaitól. Ezért a magyar gazdaság újraindítása szempontjából a szomszédos országokkal folytatott gazdasági együttműködés sikeressége, és ezáltal a magyar gazdaság külgazdasági teljesítménye meghatározó fontosságú. Mindannyian tudjuk, hogy gazdasági együttműködést építeni, és a magyar gazdasági szereplők érdekeit igazán hatékonyan képviselni csak személyes jelenléttel lehet, mondta. Hozzátéve, hogy Kóper a magyar külgazdaság egyik kulcsvárosa az itt található tengeri kikötő kulcsfontosságú azon magyar exportcégek számára, melyek termékeit a Távol-Keletre vagy Afrika különböző országaiba kívánják eljuttatni, hangsúlyozta. Gazdasági híreink Az MNB felfüggesztette a Magyar Cetelembank ZRT fogyasztóbarát személyi kölcsön minősítését. A bank ugyanis megsértette a minősített fogyasztóbarát személyi hitel pályázati kiírásra vonatkozó pontjait azzal, hogy július 1 nem biztosította a teljes körű online hitelfelvétel lehetőségét a hitelfelvevők számára. A Magyar Nemzeti Bank vezetői levélben értesítették a Magyar Cetelenbank ZRT a fogyasztóbarát személyi kölcsönére vonatkozó minősítése felfüggesztéséről. A hitelintézet ugyanis nem felelt meg a pályázati kiírásban szereplő a minősítés elnyerésekor számára is ismert a személyi kölcsönök online igényelhetőségére vonatkozó előírásnak. A felfüggesztés visszavonására akkor van mód, ha a magyar cetelem határidőn belül a teljes körülön biztosított online hiteligélési folyamat lehetőséget biztosítja az ügyfeleinek a fogyasztóbarát személyi kölcsön minősítés elnyeréséhez a pályázó pénzügyi intézményeknek a velük már szerződéses kapcsolatban álló adósok számára idén április 1-től, minden más ügyfél számára pedig július 1-től lehetővé kell tenni a teljes körű online hitelfelvétel lehetőségét. Híreinkről bővebben a brajerpress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ma az ország túlnyomó részén változóan napos, időről időre mérsékelten felhős meleg, de nem túl meleg idő lesz. Néhol erősebben gomoly felhős idő melyből szolványosan akár ismétlődően kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este mindenhol tisztulni kezd az ég, de ekkor is előfordulhat egy-egy csapadék góc. Mérséklődik, legyengül a szél, éjjel zömében nyugodt, csillagfényes és eseménytelen idő valószínű. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!